Megemlékezés, 20 éve történt a Balatonkeresztúri buszbaleset. Változás, átadták Somogyban az első négybetűs rendszámtáblát. Somogy folyóirat, 50 éves a kiadvány. Jó estét kívánok, Önök a Somogy Televízió híradóját látják. 2 gyermek és 18 felnőtt hunyt el a 20 évvel ezelőtti Balatonkeresztúri buszbalesetben. Az áldozatokra emlékeztek ma a tragédia helyszínén. 2002. július 1-én hajnalban megpördült, majd felborult, és a tetején állt meg egy Medjugorjéba tartó lengyel zarándokokat szállító busz. A baleset áldozataiért emelt haranglábnál a mentésben résztvevők emberfeletti munkájáról is megemlékeztek. 20 harang jelzi az áldozatok számát a 7-es út Balatonkeresztúri körforgalmánál. Itt történt napra pontosan 20 éve a lengyel zarándokokat szállító busz tragédiája. Erre emlékezett beszédében Lengyelország budapesti nagykövete, aki arról is szólt, hogy a helyi magyar közösség segített az áldozatokon. Ezért rendkívül hálásak vagyunk nekik. Nem fogjuk elfelejteni. Köszönjük szépen. Imádkozunk és emlékezzünk meg a lengyelekről és a magyarokról. A lengyel zarándokok Medjugorjéba tartottak, amikor bekövetkezett a tragédia. Az évfordulón nem csak az áldozatokra emlékeztek, hanem a mentésben résztvevőkről is szóltak. Mint azt Soltész Miklós államtitkár beszédében elmondta, emberfeletti munkát végeztek a mentősök, a tűzoltók és a rendőrök. Volt olyan kisgyermek, akit órákon keresztül rendőr, tűzoltó és egy mentő magyar nyelven, magyarul mesélve, magyarul beszélve hozzá, tartott életben, tartotta benne a lelket, mindaddig, amíg nem tudták szabadítani a roncsok fogságából. Egyéni élethelyzetek, egyéni történetek, de mégis a közösség erejét mutatta, hogy akkor mind orvosok, mentők, mint pedig rendőrök, tűzoltók, mint pedig az ideérkező egyházi személyeink is, papjaink is, milyen módon próbáltak fizikai és lelki segítséget nyújtani azoknak, akik ennek a szörnyű tragédiának áldozataivá váltak. 2002-ben már létrehoztak egy emlékhelyet a baleset helyszínén, a körforgalomnál. 2019-ben felújították a haranglábat, és egy szobrot is állítottak. Ez a Medjugorjei Máriát ábrázolja. A lengyel zarándokok odautaztak, amikor a tragédia történt. Minden alkalmat meg kell ragadni arra, hogy tisztelegjünk a 20 áldozat emléke előtt, és egyúttal tisztelegjünk és kalapot emeljünk azoknak a mentősöknek, tűzoltóknak, rendőröknek és önkénteseknek a munkája előtt, akik ebben a szörnyű tragédiában segítőként közreműködtek és több életet is megmentettek. Ennek a balesetnek, amely egy lengyel turista csoporttal történt, sajnálatos módon itt Magyarországon az is az üzenete, hogy figyelnünk kell egymásra, és most, amikor az ukrán háború miatt bizonyos erők megpróbálják a magyarokat és a lengyeleket szembeállítani, akkor ezt ne hagyjuk, hanem ragaszkodjunk azokhoz a szinte évezredes gyökerekhez, amelyeken a magyar-lengyel barátság alapszik. A Balatonkeresztúri körforgalomnál a tisztelet virágait is elhelyezték az emlékezők a busztragédia 20. évfordulóján. Július 2-án indul a hajózási főszezon a Balatonon. Az 58 napos személyhajózási főszezonban 17 kikötőből összesen 12 útvonalon indítja a Bahart a településeket összekötő menetrendi hajójáratait, amely összesen 4030 előre meghirdetett járatot jelent. A kiemelt desztinációk további erősítése céljából közvetlen járatok indulnak Siófokról Tihanyba, a Balatonföldvár-Tihany útvonal meghosszabbításra került Balatonfüredig, Balatonföldváron pedig fontos átszállópont alakult ki a középső medencéből érkezők számára. A déli és északi part összeköttetése érdekében újra bekapcsolódik Tihanyrév kikötője a személyhajózási útvonalak állomásai közé. Varázshajók és bulihajók 9-9 kikötőből indulnak, összesen 81, illetve 167 alkalommal, augusztusban még intenzívebb menetrend mellett.
A programhajó választékot bővíti a siófoki plázsra közösen indított egyedi bulihajó 5 alkalommal a szezonban. Az elmúlt évek sikerei nyomán idén is ingyen utazhatnak a települések közötti hajójáratokon a kisgyermekek Kajla útlevéllel. A pénztárakban továbbra is fizethetnek a vendégek szép kártyával, aki pedig a legkényelmesebb vásárlási módot keresi, a jegy.bahart.hu oldalon online is megvásárolhatja a hajójegyeit. Magyarországnak a béke oldalán kell lennie, a háborús inflációt nem lehet másképpen megakadályozni, csak ha a háborúnak vetünk véget, mondta a miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. A védelmi képesség kapcsán a kormányfő kifejtette, hogy emberfeletti munkával kell azt megnövelni, a haderőfejlesztési program sebességét 2-3-szorosára kell növelni. Magyarországnak szerintem a béke oldalán kell lennie, és most az emberéleteken túl is azt kell mondanom, a háborús inflációt nem lehet másképpen, amitől mindenki szenved, egész Európa, de most már Amerika is, azt nem lehet másképpen megakadályozni, csak úgy, hogyha a háborúnak vetünk véget. Tehát olyan nincs, hogy van egy háború, van egy háborús infláció, és sikerül megfékezni az inflációt. Annyit tudunk tenni, amennyit Magyarország egyébként szinte egyedül egész Európában tesz, hogy bizonyos termékeknek az árát hatóságilag korlátozza. És az infláció nem 15% Magyarországon, hanem 10 vagy 11. De mondjuk Észtországban, meg Litvániában ott 18, meg 20, meg Lengyelországban és Csehországban is előttünk vannak. Tehát az igazság, hogy háborús inflációt időlegesen és részlegesen lehet megfékezni. Véget vetni neki, úgy lehet, hogy véget vetünk a háborúnak. Ezért Magyarországnak, és szerintem az összes európai országnak az volna az érdeke, hogy minél hamarabb vége legyen a háborúnak. Az meg nem szankciókat kell kivetni, hanem el kell érni, hogy tűzszünet legyen. Ez úgy szokott lenni, hogy először tűzszünet, utána pedig meg kell egyezni a béketárgyalások feltételeiről és kereteiről. És akkor béketárgyalások vannak, és amíg a béketárgyalások zajlanak, addig nincsen háború, addig visszazökkennek a gazdaságuk is a normális működési rendbe, és akkor mindenki jól jár a békével, mindenki jól járna. De egyelőre, még egyszer mondom, rajtunk kívül mások nem ütik meg ezt a hangot, úgyhogy Európa és Amerika továbbra is szenved. Leszakadt egy jármű utánfutója, majd kidöntött egy villanyoszlopot Batén a Kossuth Lajos utcában. A jármű félpályán akadályozta a forgalmat. A kaposvári hivatásos tűzoltók az áramszolgáltató szakembereivel közösen eltávolították az úttestre dőlt villanyoszlopot. A balesetben senki sem sérült meg. Átadták a megye első 4-betűs rendszám tábláját, amelyen már a magyar címer is szerepel. A formai újításra megnövekedett új autóvásárlások miatt volt szükség. 2021 végén 5,5 millió gépjármű volt forgalomban, ebből hozzávetőleg 4 millió volt a személyautó. Magyar gépjárműigazgatás történetében egy fontos mérföldkőhöz érkeztünk most július 1-én. Fontos mérföldkőhöz érkezett a magyar gépjárműigazgatás, így fogalmazott Neszményi Zsolt Kaposváron. A kormány megbízott adta át a megyében elsőként az új 4-betűs rendszámtáblát. Sűrűn vásárolunk, már mint ugye, hogy a flotta gyakorlatilag elhasználódik a cégbe, úgy gyakorlatilag mindig új autóra váltjuk a cégbe lévő flottáinkat. A rendszám gyakorlatilag egy ízléses, európai színvonalú rendszám, nekünk tetszik. Benedek János autót vásárolt a céges flottába, így ez a kocsi már az új rendszámtáblát kapta. Évente mintegy 9000 rendszámtáblával kapcsolatos ügyet intéznek a somogyi kormányablakokban, mondta Neszményi Zsolt. Somogy megyében minden évben az elmúlt 5 év átlagában 9000 körüli gépjármű ügyet intéztünk, tehát 9000 körüli új rendszám kiadására került sor. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy somogyi ügyei voltak, hiszen országos hatáskörrel ez bármelyik állampolgár, bármelyik kormányablakban intézheti, de körülbelül 9000 rendszám kiadás volt évente. A legtöbbet Kaposvár járás adja ki, körülbelül ennek az egyharmada minden évben a kaposvári kormányablakokban került kiállításra. A szám pedig egyre nő, évről évre több autót vásárolnak a megyében. A hárombetűs rendszámokat 1990 nyarán vezették be, a korábbi kétbetűs, négy számos táblákat 1995 végéig lehetett használni. 2021 végén 5,5 millió gépjármű volt forgalomban, ebből hozzávetőleg 4 millió volt a személyautó. Az új típusú rendszám
bevezetésére azért kellett, hogy sor kerüljön, hiszen a megnövekedett gépjármű forgalom miatt az előző típusú rendszámok gyakorlatilag elfogytak. Most a T-betűnél tartunk, és tegnap kiadtuk az utolsó T-betűseket, de innentől kezdve a mai naptól már ez az új típusú rendszám kerül majd a gépjárművekre. Az új rendszámtáblákon az első két betű megegyezik, valamint az EU-s zászló mellett a magyar címert is feltüntették rajta. 100 fellépő, közöttük számos világsztár várja idén a Balaton Soundra érkezőket. A fesztiválra több ezer jegyet értékesítettek már, de az igazi nagy tömeg szombaton várható. A szervezők a koncertek mellett számos újdonsággal is készültek, például divatbemutatóval és utcaszínházzal. A megszokotthoz hasonlóan rengeteg zenei programunk van, gyakorlatilag az elektronikus zenei műfaj minden skálájában, tehát van a mainstream EDM vonalunk, itt ami a nagy színpadon, illetve az arénában hallható, illetve vannak underground színpadaink is, amiket idén a Be My Lake mutat be, itt pedig techno, tech house hasonló underground műfajok képviselői lépnek fel, illetve ezen kívül rengeteg olyan programunk van a Balatonparton, illetve itt a Beach-en, amik napközbeni programok, és készülünk a fesztiválozóinknak, mint például egy divatbemutató, amit Lakatos Márk árdirekciójában három különböző designer hozza ide a kollekcióit. Vannak artistáink az arénában, akik a headlinerek alatt lépnek fel, és a levegőben tiszún és karikán mozognak, illetve különböző utcaszínházaink, úgyhogy tényleg igazán színes lett az idei program. Összesen 20 önkéntes mentőszervezet vehetett át egy-egy felső kategóriás kvadot a hozzá tartozó utánfutóval. Somogy megyéből a Kötél Egyesület vehetett át egy-egy eszközt. A kvadok elsősorban terepen történő felderítésre, illetve eszközök, berendezések szállítására alkalmasak. Gyorsak, jól bírják a nehéz terepviszonyokat, használhatóak homokzsákok szállítására, de szükség esetén a nagyobb járművekkel megközelíthetetlen, fákkal, avarral borított területeken bajba jutottak mentésénél is alkalmazhatóak. A beruházásnak köszönhetően az elkövetkezendő hetekben további eszközöket, például búvárfelszereléseket vehet majd át 9 mentőszervezet. A Somogyba költözés élményeiről, egy család történetéről és a Kaposvár-Siófok közötti vasútvonalról is született írás a Somogy folyóirat jubileumi pályázatára. 37 vers és 17 prózai alkotás érkezett a felhívásra. A legjobb munkák íróit Kaposváron a Dorottya házban köszöntötték. Számos témában érkeztek az írások a Somogy folyóirat jubileumi pályázatára. Balázs Géza a Kaposvár és Siófok között közlekedő úgynevezett Csicsali Expressről írt. A MÁV 35-ös vonalán a mai napig kispiros vonat szállítja az utasokat a megye legszebb vidékén át. Ennek érzését szerette volna átadni írásával a próza kategória második helyezettje. Mivel ez irodalmi riport, tehát nem média riport, ezért nem kikkel készült. A riport műfajba belefér az, hogy az ember utazik, magába szívja a tapasztalatokat, fülel, lát, és ezt megírja. Tehát megszólalnak benne utasok, de nem nekem mondták azt, amit mondtak, hanem ott beszélgettek. A Csurgói Füstös Judit családja ezen belül is ők nagyapja történetéről írt. Munkájával a Szép Irodalmi Pályázat próza kategóriájának győztese lett a diáklány. A semmiből egy olyan kovácsfűhelyet hozott létre, és olyan idilli családi állapotot tartott fenn, ami úgy gondolom, hogy ma is példa. A Somogy folyóirat 50. évfordulójára meghirdetett pályázatra 37 vers és 17 prózai alkotás érkezett. A megkötés csak annyi volt, hogy a munkák kötődjenek Somogyhoz. A legjobb művek íróit Kaposváron köszöntötték. Hogyha bárki bármilyen formában Somoggyal az idők folyamán kapcsolódott a Somogyhoz, vagy pedig tudott a Somogyról, vagy a somogyi életről, vagy ez idő alatt hogyan élte meg ezeket az időket. A Somogy irodalmi folyóiratból egy kulturális folyóirattá vált az elmúlt években. Ezzel is szeretne több célcsoporthoz elérni, mondta a lapot kiadó Berzsenyi Társaság elnöke. Ha valaki megnézi, akkor azt tapasztalja, hogy a Szép Irodalom megjelenik természetesen a folyóiratban, de helyet kap benne a helytörténet, helyet kap benne a történelem,
és természetesen illusztrációt jelent a képzőművészet is. És én azt gondolom, hogy az irodalmi folyóiratok száma elég nagy Magyarországon, kimondottan úgynevezett kulturális folyóirat nem túl sok van, és azt gondolom, hogy a Somogy ebbe hozhat egy új dolgot. Szakály Sándor hozzátette, a cél, hogy a negyedévente megjelenő folyóirat sűrűbben, két havonta jusson el az olvasókhoz a kulturális tartalmakkal. Megemlékezés. 20 éve történt a Balatonkeresztúri buszbaleset. Változás. Átadták Somogyban az első négybetűs rendszámtáblát. Somogy folyóirat. 50 éves a kiadvány. Friss videós tartalmakért kattintsanak a Somogy Televízió Facebook oldalára vagy YouTube csatornájára. Hétvégén is marad a szikrázó napsütés, mindjárt jövünk a részletes időjárás jelentéssel. Híradóval legközelebb hétfőn találkozhatnak, tartsanak akkor is velünk. Szép hétvégét, viszontlátásra!